Én is Dani vagyok. Én a Review csapattal jöttem, így fiatal jogászokból és közgazdászokból, informatikusokból álló csapat vagyunk. Korábban egy hackathonon vettünk részt, és az egész ötlet az egy hackathonon indult, egy nemzetközi hackathonon, amit sikerült megnyernünk májusban New Yorkban. Utána céggé alakultunk, és mára már a K&H-nak a startup inkubátorjában működünk, mint cég. Amit mi készülünk, az egy nagyon izgalmas új dolog. Ez egy GDPR-on alapuló jogi szoftver, igazából két jogi szoftvert is fejlesztünk. Ez lehet, hogy nem hangzik nagyon izgalmasnak, de tényleg mi próbálunk egy olyan részére fókuszálni a GDPR-nek, amivel tényleg, ahogy az előadás címéből is hangzik, piaci előnyt lehet faragni. Hol látjuk ezt a piaci előnyt? Igazából a legfontosabb a GDPR-ban azok az új jogok, amiket az érintetteknek, tehát nektek és nekem a GDPR ad, ezek mindenféle érintetti jogok, mint például a törlés, aminek viszont nagyon nehéz a gyakorlása. Ennek a gyakorlása az nagyon nehéz mind a magánszemélyeknek, mert igazából senki nem tudja, hogy ezt hogyan kell megvalósítani, ezért ez egy nyűg. Másrészt a cégeknek is nehéz, mert amikor kapnak egy kérést, akkor hogyha egy kérést kapnak, az még rendben van, de hogyha mondjuk valamilyen adatvédelmi incidens történik, és kapnak naponta 1000 kérést, akkor hirtelen el tudnak úszni ebben az egész áradatban, és fenyegeti őket az a veszély, hogy esetleg bekopog az ajtón a NAI, vagy külföldön bármelyik másik adatvédelmi hatóság, és a GDPR szörnyűséges bírságát fogja rájuk kivetni. Úgyhogy mi két szoftvert fejlesztettünk, mindkét oldalnak próbálunk egy valamilyen eszközt adni a kezébe, és de a hatalmas víziónk pedig az, hogy ezt a két szoftvert majd egyesítjük. Úgyhogy most hoztam nektek egy rövid diát, ez alapvetően a céges szoftvert fogja bemutatni. És ezt nevezzük mi a 10 millió eurós e-mailnek. Ez egy adatigénylés, hogy a 10 millió euró az mondjuk lehetne egy adatvédelmi bírság. Hogy történik ma ez a folyamat? Kap egy cég egy ilyen adatigénylést, vagy bármilyen másmilyen érintett igényt, megérkezik a céghez, esetleg megérkezik az infokukat e-mail címre, vagy megérkezik a marketingeshez, de az is elképzelhető, hogy nem e-mailen érkezik, hanem telefonon, de még az is egy lehetőség a GDPR alapján, hogy az ember besétál a Tesco-ba, és a pénztáros néninek mondja, hogy ő most szeretné megtudni, hogy milyen adatokat tárol róla a Tesco. Ezt látjuk, hogy ez egy nagyon nagy probléma, hogy ezek a kérések elvesznek. És nem csak az, hogy elvesznek, hanem ugye mindennek a kérésnek a megválaszolására egy határidők is van, ami ha letelik, akkor szintén törvényt sértünk. Amellett, hogyha 30 napot kell várnunk arra, hogy egy adatigénylést megválaszoljanak, az még a felhasználók számára is egy rossz élményt jelent. Nem sugal bizalmat, azt jelzi, hogy valamilyen akadályt gördítenek a kérésnek a teljesítésére, vagy egyszerűen nincsenek felkészülve arra, hogy egy ilyen kérést kiszolgáljanak, tehát adatvédelmileg kicsit megbízhatatlan a dolog. Úgyhogy amit mi készítünk, az, ahogy a szlogenünk is mondja, ezt egyszer kell alkalmazni ezt a szoftvert, és a életünk végéig megfelelünk a törvényeknek. Ez egy két oldalú szoftver, egyrészt a cégek részére egy ilyen egységes felület, ahol tudják kezelni ezeket a kéréseket, és automatizálni tudják ezeknek a kéréseknek a kezelését. Ami azt jelenti, hogy mind a mobil alkalmazáson keresztül, amit a felhasználóknak adunk, mint bármilyen más forrásból érkező kérést itt fel tudnak vezetni ebbe a rendszerbe, ami automatikusan követi ezeknek a kéréseknek az állapotát. Ez gyakorlatilag egy ilyen workflow management szoftver, tehát folyamatosan nyomon követi, hogy áll, ki tudja osztani bármilyen munkavállalónak. Persze attól függ, az adott cég ezt hogy állítja be, de képes a kéréseket automatikusan megválaszolni, tehát egy chatbottal keresztül tud kommunikálni az adatigénylőnkkel, mindenféle statisztikát tud generálni, illetve teljesen fel van töltve mindenféle jogi információ, hogy tényleg könnyebbséget nyújtson a cég számára. Kicsit sietek, már kevés az idő. Itt tehát látjuk, hogy a teljes integráció esetén a telefonon érkező kérést azt gyakorlatilag másodpercek alatt meg tudja válaszolni a szoftver, tehát a 30 napot azt így már másodpercekre tudjuk lecsökkenteni. Az egész rendszer az titkosítva van, és felhőben fut. A Google-nak a felhőjét használjuk, és azon belül is az európai szervereket, hogy mi is minden jobban megfelelünk a mindenféle biztonsági követelményeknek. Most szerintem itt elég sok informatikus jött a teremben, én pedig nem vagyok az, úgyhogy erre a diára most nem szeretnék nagyon kitérni. De így néz ki a architektúrája a rendszerünknek. Ezen csak átfutok, de igazából,
havi feliratkozós modellben működik a rendszerünk. Ezek nem végleges ára, jelenleg bevezetés alatt állunk több cégnél is. És a csapatunk pedig, ahogy mondtam, fiatalokból áll. Fiatal jogászok, közgazdászok, informatikusok, illetve külső tanácsadóink vannak, akik mind jogi, mind adatvédelmi, adatbiztonsági segítséget nyújtanak nekünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a meghívást, és próbáljátok ki az alkalmazást, ingyenesen elérhető, és éljetek az új jogaitokkal. Köszönöm szépen! Most pedig kérdések. Igen? Azt szeretnék kérdezni, hogy jól látom, volt valami file feltöltés gomb az egyik diát, tehát ha jól értem, akkor ezt az adathalmazt, amit az ügyfél igényel, azt ezen a szoftver, a ti rendszereteken keresztül el lehet juttatni az ügyfélhez? Igen, tehát ugye a rendszeretek tárolja az összes adatot, ami az összes ügyfeletek, céges ügyfeleteknek a igénylése folytán átfolyt rajtatok? Nem, tehát mi ugye azt csináljuk, hogy amikor egy kérés érkezik, ez még nincs kész ez a rendszer, ez ugye a teljes integráció, ennek ugye az a lényege, hogy ez ugye ma úgy működik, hogy kap mondjuk egy cég egy kérést, és ezt adott esetben Gmailen, vagy van egy cég, például az nagyon aranyosabb magyar postának, hogy az ember küld egy ilyen kérést, akkor levélen, postai levélen keresztül küld el az adatokat. Ezek mind nem túl biztonságos csatornák. Ugye nekünk az, az lenne a célunk, hogy ezt az egész kommunikációt, ezt egy zárt csatornán belül tartjuk, és igen, van lehetőség arra, hogy fájlokat feltöltsenek, és utána akkor ez a fájl, ez a mi csatornánkon keresztül jut el a felhasználóhoz, aki meg tudja nézni ezt a adat dumpot, egy data dumpot, és utána ez eltűnik 10 nap után a mi szerverünkről is. Bocsánat, csak még egy kérdés, hogy a ti rendszeretek része a saját rendszeretek. Tehát megkérdezhetem a ti rendszeretektől, hogy az mennyi adatot és milyen adatot tárol? Persze. Okay. És a rekordunk az 8 órás válaszidő volt jelenleg. Oké. Okay. Köszönöm. Igen? Hogyha befut egy törlési igény, hogy valaki törölni szeretne, igen, akkor tegyük föl, hogy le is játszódik ez a törlés. Egy hónap múlva az ügyfél szeretné tudni, hogy töröltétek-e. Mit válaszoltok, hogy egy hónap múlva ugyanaz az ügyfél, aki kért egy törlést, megkérdez titeket, hogy töröltétek-e? Azért azt kérdezi meg, hogy a review törölte, vagy az a cég, aki től kérte? Maradjunk egyszerűen, nálatok volt valamilyen szerződése, és kért egy törlést, és utána megkérdezi, hogy töröltétek-e ti. Tehát, hogy nincs third party dolog, saját rendszerű. Tehát nektek küld. Igen, és nektek küldött kérdést. Mi a kérdés? Töröljétek-e? Töröljük. Mit válaszolsz neki az a kérdés? Hát még nem egy hónappal később. Egy hónappal később, miután feladta a törlési igényét, megkérdezi, hogy töröljétek-e. Hát mondjuk ez persze nem attól függ, hogy milyen típusú adatot tároltunk rá, tehát mondjuk van olyan adat, amit nem tudunk törölni, de amit meg kell, hogy törlünk, azt természetesen töröljük. Tehát azt hiszem, hogy a második, az szintén egy adat igénylése. Megkérdezi, hogy milyen adatokat tároltok róla, még mindig most vagy egy hónapja kértem a törlés, és azt fogja mondani, hogy semmit. Ezek szerint tudtad azonosítani a... Nem, de hogy... összevetjük az adatbázisunkat, és azt látjuk, hogy nincsen semmi, akkor azt fogjuk mondani, hogy semmit. Azáltal, hogy felteszel neki egy kérdés, nyilván bekerülsz az adatbázisba, és akkor az egy kérdés lesz valószínűleg, hogy egy tárolt adat. Ilyesmiről van szó? Igen, ilyesmiről van szó. Ilyesmiről van szó. Igen, de tehát azért ez nem olyan dolog, hogy ettől nagyon meg kell érni. Tehát azért, hogyha mondjuk saját maga úgy dönt, hogy megadja nekünk az e-mailjét, meg a nevét, amikor ezt a kérést elküldjük, akkor nyilvánvalóan ezzel hozzájárul az, hogy ezt kezeljük. Oké, köszönöm. Igen? Itt a proof of love-val tudna segíteni a review-t? Természetesen, tehát nekünk ugye az a célunk, hogy ennek a rendszernek az a cél, és mi abban látjuk ennek a piaci előnyét, hogy egy cég, hogy alkalmaz ezt a szoftvert, akkor ez jár egy ilyen úgynevezett data subject access form, ami gyakorlatilag egy kitöltendő form, ami a mobil alkalmazás mellett elérhető a cégnek a privacy policy-jában. Tehát ő ki tudja magára rakni azt, hogy mi semmi akadályt nem gördítünk a érinteti jogok gyakorlása elé, és amikor rákattint valaki a privacy policy-ban erre a formra,
akkor azonnal be tudja nyújtani ezeket a kéréseket. Tehát például adott esetben a ti szoftveretek tudja azt mondani, hogy ő nem csak hogy privacy policy-t generált, hanem még egy lépést megtett annak érdekében, hogy megfeleljen a törvényeknek, és így azt sugározza a felhasználói felé, hogy bennünk meg lehet bízni. Akkor még egy privacy policy-t is tudtok generálni? Meg. Nem, tehát hogy egy privacy policy-nak azért mindenkinek kéne, hogy legyen, ugye május 25-e óta. De a privacy policy-val ez egy extra dolog, tehát így gyakorlatilag upgrade-eljük a privacy policy-t a jövőben. Én visszatérnék arra, hogy rajta keresztül mennek ezek az adatlekérések, és így a usernek az adatai, ezek mind rajta keresztül megy. Ez end-to-end encrypted, vagy igazából ha akarnátok, akkor vele tudnátok nézni? Nem, ez end-to-end encrypted, és csak a usernél van a kulcs. Aha. Érdemes ezt szerintem kihangsúlyozni. Igen, ez biztos, csak most időszükében vagyunk, de természetesen nálunk ez a legfontosabb kérdés, hogy adatbiztonságban teljesen toppon legyünk, és azon is vagyunk szerintem. De tegyük hozzá mindehez, hogy fejlesztés alatt állunk, tehát az első készverzió az gyakorlatilag jövő héten fog elkészülni, de abban még nincs benne a teljes integráció, tehát az még csak a privacy policy-ban ez a form, illetve ez a management rendszer. A teljes integrációban mi is látjuk ezeket a rizikókat, és az még emiatt jövőre. Sajnos vannak ilyen direkt versenytársai? Igen, Magyarországon nincsenek. Angliában van egy elég nagy cég, akinek most már 400 alkalmazottja van, amit úgy hívják, hogy OneTrust, és gyakorlatilag ugyanezt csinálják. Illetve van a skandináv országban egy kettő is, a DP Organizer és a Port.com, akik gyakorlatilag ugyanezt csinálják. Ők nem is eddig. Az angolok majdnem sokára mindjárt nem erről lesz. Jó, Ciri.